Sziasztok! Folytatjuk a Szibériát, vagyis Kate Walker kalandjait. Mielőtt itt belecsapnánk a lecsóban, nagyon fontos információkat kell közölnöm beletek, hogy mindent értsetek, hogy miért fog úgy történni, ahogy történni fog. Egy, ugye az előző részben Anna naplóját olvastuk, ahol kiderült, hogy van még egy dolog, amit össze kell szednünk, ezért jöttem ide-vissza az irodába. A gyár irodájába, ezért nem közvetlen a vasútállomástól folytatjuk, ahol a második rész végén abba hagytuk. Tehát ez az egyik dolog. Tehát nem maradtatok le az égvilágon semmiről, mindezt annyit történt, hogy ide jöttem az irodába. És ezt a tucat itt mindjárt föl fogjuk venni, és ehhez kapcsolódik a másik dolog, amit nagyon fontos tisztáznunk. Itt van egy ilyen cucc. Na most. Ezt már akkor tudjuk elvenni, miután lejátszottuk ezt a hengert. Amikor lejátszuk ezt a hengert, el fog indulni egy átvezető videó, ami viszont sajnálatos módon nem lett leszinkronizálva, annak ellenére, hogy a magyar szinkron telepítője ezt állítja. Ez van a leírásban, a telepítő azt mondja, hogy az összes átvezető le lesz szinkronizálva, de nem. Legalábbis lehet, hogy igen. De nem működik. Ugyanis próbáltam többféleképpen működésre bírni. Újra telepítettem az egész játékot Steamben. Nulláról fullra újra telepítettem. Újra telepítettem a magyarítást. Nem működik. Tehát már az átvezetők alatt minden tök fasza, mindenhol tök jól működik. Hát láttátok eddig, ugye mindenhol minden magyar volt, de az átvezető videók sajnos nem szinkronizáltak. Na, mivel az átvezetők alatt az a nyelv aktív, amit te Steamben beállítasz telepítéshez, így ez nálam németül fog menni természetesen, tehát az átvezetők alatt német szinkron lesz hallható. Azonban még egyszer mondom, megpróbáltam angol nyelven is a magyar szinkron, úgy sem működik. Ugye alapból angol szinkronot csináltam, de ez teljesen lényegtelen, mert mindegy milyen nyelvre van állítva a játék. A szinkronok a telepítője elvek felülírja ezeket, és annak kéne működni, de sajnos nem működik. Úgyhogy most vagy nem lettek leszinkronizálva, vagy sajnos a szinkron, a magyar szinkron telepítője nem úgy működik, ahogy kéne. Akárhogy is, ezt az apróságot nézzük el szerintem, de legalább az átvezetők alatt magyar felirat lesz. Ez fontos. Tehát így is érteni fogjátok? Én csak azért sajnálom egy picit, mert nagyon-nagyon kíváncsi lettem volna a fiatal gyerek Hans és Anna hangjára, a magyar hangjára, főleg, hogy Molnár Levente adja a fiatal Hans magyar hangját. Ez nagyon sajnálom, ezért tényleg kár, tehát nagyon-nagyon kíváncsi lettem volna. És még egy utolsó dolog, leszerettem volna még úgy is ellenőrizni dolgot, hogy utána kerestem egész YouTube-on, hogy kitolta végig magyar szinkron ezt a játékot. Senki. Szó szerint, senki. Nincs olyan magyar YouTube csatorna, aki magyar szinkronnal végigvitte volna ezt a játékot. Hát elég szomorú. Na mindegy, úgyhogy ezt nem tudtam leellenőrizni, hogy másnál működött-e ez a dolog. Csak ezért szerettem volna. Gyakorlatilag sehol nem tudtam leellenőrizni, mert a magyar szinkront készítő csapat által készített előzetesekben viszont ez a rész nincs benne. Tehát a részleteket nem raktak be a szinkronból. Na jó, raktak be, de nem ebből, nem az átvezetőkből. Úgyhogy azt se tudtam lecsekkolni, úgyhogy... Ja. Ez ilyen... kis apróság. Lehet, hogy ma jelzem a csapatnak, de lehet, hogy már rég nem foglalkoznak vele, még csak 2 éve adták ki azt, lehet, hogy már abszolút nem érdekli őket. Na, meglátjuk. Jó, tehát, hogy értsétek, hogy most az fog történni, hogy berakom ezt a hengert ide, és most ebben a pillanatban fog indulni egy átvezető videó német szinkronnal, de magyar felirattal, jó? Ne ijedjetek meg! A magyar szinkron sajnos ebből a szempontból hiányos. Na, oké, okay. Átvezető után akkor
folytatjuk. Lehetőleg teljesen magyar szinkronnal. Hans, wo hattest du dich denn bloß versteckt? Wir müssen nach Hause. Es ist schon spät. Anna, da hinten. Was denn da hinten? Hans, komm, wir müssen gehen. Das ist ein Geheimnis. Du musst mir schwören. Na gut, ich schwöre ja schon. Ich, Anna Vorarlberg, schwöre meinem Bruder Hans, niemanden zu erzählen. Da hinten ist es. Guck! Aber da drin ist es ja völlig dunkel. Ich habe eine Lampe aus der Fabrik mitgenommen. Keine Angst. Ah, typisch Mädchen. Warte nur ab, bis Vater merkt, dass du die Lampe gestohlen hast. Hm. So, und wegen dir bin ich jetzt voller Schlamm. Sieh nur, Anna. Schau. Ich habe solche Malereien schon mal in einem Buch gesehen. Das du hast geschworen, nicht wahr? Das ist unser Geheimnis. Guck mal, da oben ist etwas. Oh, jetzt reicht's aber. Sieht aus wie ein Spielzeug. Ich will es. Ich muss dahin. Leuchte mir. Hans, das ist doch viel zu hoch. Sei vorsichtig, Hans. Mein Bruder lag viele Wochen im Koma. Als er dann endlich eines Morgens die Augen aufmachte, wusste ich, dass er nicht mehr so sein würde wie früher. Wir sind nie wieder in diese Höhle zurückgekehrt. Und bis heute habe ich unser Geheimnis bewahrt. So, így is van. Most el tudjuk ezt venni, és ezt el kell vinni a vonatra. És ha minden igaz, akkor most már ez tényleg az utolsó tárgy. Mechanikus játék, így van, Verdelen henger. Úgyhogy most visszamegyünk a vonatra. Ja, tehát amint most hallhattátok, tényleg nem működik a magyar szinkron. Ugye a magyar szinkronok a telepítője az úgy van felépítve, hogy két opció van. Külön lehet telepíteni a hangokat és a feliratokat. Na most a hangokban ugye gyakorlatilag minden beletartozik. Ugye, hogyha betikeld, akkor elméletileg a telepítő leírása szerint a átvezető videókat is leszinkronizálja, de hát látjátok, hogy ez nem működik. Tehát mondom, pontosan ugyanezt történt, amikor angol nyelvre állítottam, illetve angol nyelven totál újra telepítettem az egészet Steamen. Tehát csináltam egy tök friss telepítés Steamen, de nem. Vagy a Steam-es verziót nem szereti, vagy nem tudom, tényleg. Nem tudom. Közben arra megyünk. De mindegy, szerintem több szót az nem is érdemel, igazából szerintem örüljünk annak, hogy egyáltalán tök ingyen elérhető a játéknak a 98-99% magyarul. Most azt, hogy néhány átvezető nem magyar szinkronnál megy, most szerintem nem olyan nagy érdekes, főleg, hogy ott van magyar felirat. De szerintem ez azért elnézhető. Egyébként én arra tippelek, csak személyes tipp, szerintem a szinkron telepítője valamit nem ír felül, amit felül kéne írni, de ez csak tényleg egy tipp részemről. Ugye én elhiszem, hogy le van szinkronizálva, hiszen ha nem lenne, akkor nem írták volna be a telepítőbe, csak szerintem a telepítő nem úgy működik, ahogy kellene. Na jó, oké, itt lezártam a témát, csak azért hoztam ilyet sokat föl, hogy értsétek, hogy miért németül fognak menni az átvezetők. Nem én mókoltam, nem az én hibám. És ez ide kell. És akkor ez a cucc fogja lejátszani a különböző hengereket. Így van. És ide tudjuk tenni a Veledilen hengert, ugye? Ezeket a polcokat biztos értékes tárgyak számára készítették. Látod? Tökéletesen működik a magyar szinkron. Itt. Hoppá! Kettő már megvan. És most elméletileg, nem akarom elkiabálni, mert az előtti epizódban is tévedtem, most talán
el tudunk indulni Barokstadtba. Talán. Mindjárt kiderül, hogy kedves Oscar, hajlandó-e elindulni a vonattal? Engedélyt odaadtuk, akkor már csak a vonat így kell. Na, most már indulhatunk, kedves Oscar? Tessék, Oscar, most már indulhatunk? Nem. Jelenleg nem fogadhatom el a jegyét, Kate Walker. Tartsa meg! De... Nem értem, miért utasítod vissza a jegyet. Minden rendben van. És egy mozdonyvezető a... A pontosságra a legbüszkébb. Igen, Oscar, emlékszem. És most? Most mi van, Oscar? Miért nem mentél vissza a helyedre? Azt hiszem, technikai probléma adódott, Kate Walker. Minden indulási feltételt teljesítettünk, de a vonat meg sem mozdul. Ha megengedett, Kate Walker, kifejezném véleményemet a helyzettel kapcsolatban. Oh, csupa fül vagyok, Oscar. Attól tartok, elfelejtettük felhúzni a mozdony rugóit. Basszus, tényleg! Ennyi az egész? Akkor lássunk hozzá az ég szerelmére. Attól tartok, fogalmam sincs, hogyan zajlik ez a művelet, Kate Walker. Úgy tűnik, hogy a gyártási procedúrám során kimaradt fázisok miatt nem értek az ilyen jellegű problémákhoz. Oké, rendben. Megnézem én. Egy rugó felhúzása nem lehet olyan bonyolult. Te meg várj itt. Mindjárt jövök. Köszönöm, Kate Walker. Azt a cirkusz! Tehát Oscar gyakorlatilag mindent tud a vonaton, hogy ki tudja szolgálni az utasok igényeit, még jegy eladásra is idézőjelbe beleprogramozva, de a vonat elindításához szükséges felhúzást nem tudja megcsinálni. Tehát a mozdony vezető nem tudja, hogyan kell elindítani a mozdonyt. De jegyet eladni tud. Jó. Oké. Én sok mindent értek amúgy. Csak ezt nem. Na jó. Ezt is nekünk kell megcsinálni természetesen. Semmi gond. A felhúzó szerkezet erre található. Ha jól emlékszem. Te meg ne fütyülj őt hátul, mert kapsz egy pofont. Annyi az egész. Ezt itt. Úgy. És meghúzzuk a kart. Ez az. Jó, ezt visszatekerjük. Hogy vissza tudjunk menni. Mert két nem képes átbújni alatta. Jaj. Ez az kár, ez katasztrófa ez az automata tényleg. De most sokat nem kellett felhúzni a mozdonyon, lássuk be. Ilyen kevés tekeréssel meg tud tenni sok-sok kilométert. Ez tele nem rossz szerkezet egyébként. Ez a mai modern gépek is szerintem megirigyelhetnék. Hoppá, kapás van. Kate, megint én vagyok. Daniel. Dan, most akartalak hívni. Igen, igen. Haragszol rám. Most hívtam Marcelin Lormontot. Azt mondták, nem is erre a hétre vártak vissza. Ó, hát igen. Hát akkor mikor jössz haza? Nem tudom, nem az én hibám. Nagyon bonyolult a helyzet. Talán jövő hét elején, remélem. Na persze. Dan, kérlek, tarts ki egy kicsit. A tét nagyobb, mint gondoltam, és tudod, mennyire szeretem a munkámat. Azt hiszem, neked teljesen közömbös a Goldsberg ügy. Dan, nem hiszem, hogy ez a legjobb pillanat, tudod? Tudod, hogy mindig rád gondolok, szeretlek, kedvesem, és rögtön felhívlak, ha már tudok valamit. Megígérem. Most mennem kell. El kell érnem a vonatot. Egy vonatot? Hová indulsz? Ez őrület, két. Igazából én sem tudom. Tudod, hogy mennyire szeretlek. Kate! Azért az a Dániel sem teljesen szállás, tehát hihetetlen, hogy nem, ő inkább szerintem nem akarja megérteni, nem hajlandó elfogadni, hogy a párjának a munkája egyszerűen elhúzódott, és ez nekem úgy tűnik,
Dániel ezt egyszerűen képtelen, vagy nem hajlandó elfogadni. És amiatt megy az értetlenkedés a részéről, én két helyébe dobnám, mint a... Na, mindegy. Felhúztam a... Tessék! Felhúztam a vonatot. Na végre, köszönöm szépen! Most már minden rendben van, végre indulhat a vonat. Óriási zavarban vagyok. Tudatlanságom megbocsáthatatlan. Így van. Remélem, továbbra sem kételkedsz a képességeimben, Kate Walker. Kérlek, menj vissza a helyedre, és már is indulunk. Végre! Na, kedves nézők, elhagyjuk veled ilent, itt végeztünk, indulunk Barokstadtba. Ha jól emlékszem, Barokstadt jön. Átvezető filmecske. Az igen. No. Megálltunk. Hol vagyunk, Oszkár? A Barokstadti Egyetem kollégiumának előcsarnokában. Tényleg meg kell állnunk itt? A mostani helyzetünk összeegyeztethetetlen úti célunkkal. Akkor mire vársz? Csináld meg a rugókat, találj ki valamit. Ezen a kezdetleges állomáson is kell lenni egy vonatrugó feltekercselőnek, nem? Semmi, ehhez hasonlót nem láttam, Kate Walker. Akkor jobb lenne, ha kitalálnánk valamit. Nem tetszik ez az állomás. A légkör páratartalma nem tesz jót a kifinomult fogaskerekeimnek. Inkább megvárlak a vonatban. Na, menj a... ez szép. Hát, ezt mondom én is, igen. Ez aztán a haszna lehetetlen automata komolyan. Túl magas a páratartalom. Jaj. Oszkár, komoly gondban vagyunk. Hogy folytassuk az utat, ha a vonat meg sem mozdul? Mit tehetünk? Mindenre van megoldás, Kate Walker. Csak keresd! Kösz! Remélem igazad van. Megyek, megnézem, hát ha találok valamit. Kösz a semmit! Oszkár, ugye nincs rám mód, hogy segíts rendbe hozni a vonatot? Ha elhagyom a vonatot, a rozsda minden sarkon lecsaphat rám, Kate Walker. Mit csinálnál egy rozsdás masinisztával? Hát, kidobnám. Nem sok mindent. Meg kell olajozni, az jó van úgy. Hát, lehet, hogy ez a vonat technikai csoda, de a motor nem túl megbízható. Gondolom, te is egyetértesz. Attól tartok, én nem támaszthatom alá a véleményedet, Kate Walker. Hát persze, hogy nem. Na jó. Oszkár, azt hiszem, Hans Vorarlberg is ebben a városban időzött, miután elhagyta Valadilént. Lehet, hogy ez a megálló nem is volt véletlen. A vasútnál semmi sem lehet véletlen. Akkor egyetértesz velem. Nincs konkrét bizonyíték, mely alátámasztaná az elgondolásodat. A vonat megállt, mivel tönkrement a rugója. Ez az egyetlen biztos dolog, Kate Walker. Több fantáziát vártam volna tőled, Oszkár. Nem, Kate Walker. Én csak egy automata vagyok. Kate Walker. Jó, jó. Oszkár, később találkozunk.
Viszlát, Kate Walker. Oscar túl hülye ahhoz, hogy segíteni tudjon. Úgyhogy ki is menj. Igazából Barostadban egyetlen dolgunk van, ugye gyakorlatilag fel kell húzni megint a rugókat, a vonatot fel kell tölteni idézőjelbe. Csak az nem lesz olyan egyszerű. És Barokstadt viszont már... Az már szinte teljesen idegen terület lesz, mert itt már szinte semmire nem emlékszem. Itt tudom, hogy ezeket a madarakat majd valahogy el kell zavarni. Már nem tudom pontosan hogyan, mivel, de majd valamivel. Igen. Arra el tudok menni? De rég jártam itt, atya úristen. Hát itt is sokat fogunk ám időzni, lesz bőven teendőnk. Ugye, majd be kell menni az egyetemre. Barokstadt egyetemre. A rektorokkal is kell beszélni. Meg valamilyen professzorral, azt hiszem. Nagyon-nagyon sok dialógus lesz ebben a fejezetben, az egészen biztos. Nem teljesen emlékszem a pálya felépítésére, hogy hol pontosan mi merre található. Itt a folyó. Itt is már kell variálni a vízszinttel valahol, nem is tudom. Az ott mi? A Campo! Ki a vezetőtök? A Campo! Na jó. Látom, vonattal jött. Így van. Igen, Valedilingből érkeztem. Még nem láttam vonatot erre. Diákok. Diákok is jöttek magával? Nem, egyedül utaztam. Vagyis majdnem. Emlékszem, az összeomlás előtt a világ minden tájáról érkeztek srácok, hogy állattal, botanikát, paleontológiát, meg ilyesmit tanulni. Valaha hatalmas egyetem volt. Akkor ma már nem az? Hát, hogy ma? Hát... Nem volt túl meggyőző. Na jó, akkor menjünk sorba a témákkal, hát ha tud mondani nekünk... Az úriember valamit. Már régóta állomásfőnök itt Barokstadtban. Állomásfőnök? Mindig itt dolgoztam. De mondja meg, ezen a vonaton maga van szolgálatban? Nem. Nem tudom. Mi dolga itt? Az egyetemre jött könyveket bújni? Olyasmi. Minden új dolog érdekel. Nem látszik túl okosnak. És a vonat? Ha itt hagyja, biztosan útban lesz. Ügyvéd vagyok és rendkívül különleges ügyekben járok el. Nyomozás mi? Én csak egy egyszerű állomásfőnök vagyok. Nem tudok semmiről semmit. Sosem tudhatom. Ebben az ügyben mindenki fontos lehet. Tudja, nekem senki nem mond semmit. Én tiszta vagyok. Nem állítottam az ellenkezőjét. Kaptunk egy új témát. Ott vannak a madarak. Na jó, jó, hogy megnéztem őket. Ahogy Kate kimondta, hogy ügyvéd, akkor rögtön átment védekezésbe az öreg. Nem tudja, hol találok felhúzó szerkezetet a vonathoz? Ezen az állomáson biztosan nem. Próbálja meg a fal környékét. Tehát lehet, hogy sokáig lesz távol? Nem, legalábbis nem tudom. Talán egy-két napig. De előbb meg kell javítani a vonatot, csak akkor utazhatok tovább. Mert ha túl sokáig marad itt, még bajba kerülhet. Ha megállt a vonat, már mennie is kéne tovább. Ez a szabály. Sőt, a járműve zavarja a madarakat. Segítene feljutni erre a falra. Ketten talán gyorsabban találnak megoldást a vonat bajára. Kisasszony, elnézést, de kötnek a szabályok. Nekem az állomáson kell lennem. Nem szeretnék összetűzésbe kerülni az egyetem vezetőségével. Ja, persze, mert a vonatot ki kell vontatni majd a falhoz, ahol van a felhúzó. Oké. Tényleg. Nem közvetlen az állomáson van a felhúzó szerkezet, hanem a vonatot majd ki kell vontassuk. Oké. Azt hiszem, eltévedtem egy kicsit. Ha segítenek,
Szóljon, ha bármit tehetek önért, kisasszony. Szóltam. A Hans Vorarlberg miért nem mond önnek valamit? Gondolja, hogy mind a több ezer emberre emlékszem, aki megfordul az állomáson. Így van! Nem akarom leszólni az állomást, de a vonatomhoz felhúzó szerkezetre lesz szükség. Rúgóhajtású mozdulat, ez már valami. Igen, és elég nehézkes dolog is. Mindig mozdonyvezető akartam lenni, de már túl vagyok rajta. És a madarakat is etetnie kell valakinek, nem? Ennyi madár egy állomáson. Csodás! Ez nem hagyományos állomás, kisasszony. Ó, nem! A madarak a Barokstatti Egyetem ornitológiai gyűjteményéhez tartoznak. Az évek során a világ legritkább példányai kerültek ide. És én sem vagyok tipikus állomás főnök. Ezért a kis világért felelek, és ez nem könnyű feladat. Elhiszem. És tudja, mi a legnehezebb? Megtartani a fajok közti harmóniát. Egyszer egy kutató egy pár kakukkot hozott nekünk a mezőből. Rossz ötlet volt. Rémálom. Tudja, a kakuk más fajok fészkébe rakja a tojásait. És a fiókák kilögdösik a többi kismadarat, hogy az anya csak rájuk figyeljen. Érti? Átkozott kakukkok. Rémes! Értem, mire gondol. Cseles madár. Semmit sem tehetett, hogy véget vessen ennek. A testület védett fajján nyilvánította. Ha nem lett volna gépisasunk, madártani katasztrófa lett volna. Itt is van egy gépük? A technika csodája. Ez a sas síneken közlekedik a levegőben is. Őrjárat közben lecsap az élősködő tojásokra. De hek, azaz átkozott madár már évek óta nem működik. Egyedül meg nem tudom begyűjteni a tojásokat. Miért nem? Mert nem tudok a padlóra kimászni. Ha csak visszagondolok, belesajdul a hátam. A szélülésről már nem is beszélve. Elég, ha csak felnézek az égre. Nagyon sajnálom. Nagyon nehéz lehet. A legrosszabb pedig a kakuk tojás, hogy befészkelik magukat. Hamarosan a rektorok is észreveszik. Baj lesz, méghozzá nagy. Aggódom. Igen, aggódom. Hát akkor gondolom a tojásokat majd nekünk kell összeszedjük. Nem zavarom tovább, állomás főnök úr. Isten hozta Bárokstádban, kisasszony. Kösz. Jó, tehát erre az állomás főnök úr van. Oké, akkor erre más dolgunk elvileg nincs. Arra mi van? Hát az a vonatunk. Itt is egy ilyen madár, nézd már! Erre mi van? Aha. Oké. Okay. Van egy lépcső. A telet totál nem emlékszem, hogy itt mi, hogy merre lesz. Csak arra annyira emlékszem, hogy az egyetem előtt lesz valami szerkezet, amit meg kell csinálnunk, meg majd valami professzorra, meg a rektorokkal kell nagyon-nagyon sokat dumálni. Hirtelen csak ennyire emlékszem. De akkor új fejezetbe léptünk. Az nem rossz, hogy egy három részből megcsináltam vele Dylant. Jó, mondjuk, hogy sok mindenre emlékeztem fejből. Még erre, gyere elrébb, igen. Itt a folyó, oké. Okay. Úgy néz ki, ez az a felhúzó szerkezet, amit Valadi Lane-ben használtam. Ki kell találnom, hogyan juttassam fel ide a vonatot. Ott. Azt hiszem, az ott, ott. Vagy itt ez? Igen, szóval a hatalmas kaput már ki kell nyissuk.
Ez itt egyelőre szerintem nem tudunk csinálni úgyse semmit. Bár akkor nem tudom, hogy miért jó erre eljönni, hogy... Na mindegy, jó, menjünk vissza, menjünk akkor az egyetemre. Oda menjünk, ahol tudunk valamit csinálni. Igen, most ugye... Arra kell megoldást találni, hogy a vonatot elvontassuk. Na bár... Eszembe jutott még valami. Mielőtt az egyetemre mennénk, itt van egy-két ember, azt hiszem, akinek van csónakja. És ők vontatják majd a vonatunkat. De ebben most nem vagyok biztos. De jól emlékszem, valahogy így lesz, hogy egy csónakkal... Kate Walker! Kérlek, gyere ide! Valamit mondanom kell neked! Mi van, elkezdtél rozsdásodni? Még úgyis elkezd rozsdásodni, hogy... Ki sem mozdult. Csak most. Na, mi van? Igen, Oscar, mi az? Üzeneted érkezett. Ó! Oh. Üzenet? Az egyetem rektorai látni kívánnak. Ők jelentik az egyetem legfelső vezetését. És beszélni kívánnak veled. Beszélni velem? Igen, azzal, aki felelős a vonatért. Hát én vagyok szolgálatban, ez biztos, oké. De vajon miért akarnak látni az urak? Azt nem mondták, hogy miért, csak azt, hogy fontos. Értem. Hát akkor igen. Akkor mindenképp... Mindenképp az egyetembe kell lenni. Jaj. Erre talán? Aha. Barokstadt. Jó, de előtte elnézünk erre. Szokásom az íven, azért se arra megyek, amerre a játék szeretnék. Amúgy szerintem elég szép állomás. Ráadásul hatalmas. Na, azt hiszem ők fogják elvontatni majd a vonatot, de persze nem most, tehát ez kicsit túl könnyű lenne. De azért beszélünk velük. Hé, maguk ott a hajón! Jó napot, szép hölgy! A yes, Maria. Üdvözni, beszélni akár velünk? Ez akcentusos téma lesz, atyaisten! Na jó, menjen, essünk túl rajta. Nem rajongok az akcentusos témákért, de legyen. A nevem Kate Walker. Ügyvéd vagyok, és én felelek a vonatért. Ez az egész helyzet új számomra. Ügyvéd? Jó munka? Sok pénzt keres? Sokat. Sokat azért nem, de nem panaszkodom. Van rosszabb is. Az ügyvédek mindig sokat keresnek. Uh-huh. Nem válthatnánk témát? Nem szeretnék erről beszélni. Barokstadtba valók? Nyet. Tehát idegenek. Szép hölgy jönni, ha akar. A kis hölgy velünk jöhet, ha akar. Hát hogyne? Mit mondott? A vonát kaput? Nem vagy szerencsés. Kaput? Jó a szövegeket, tetszik. A vonat kaput? Van egy kis gond a vonatommal. Elromlott. El kell vinnem az állomásról. Nem tudnánk elvontatni a hajóval a falig? Zár nem nyílik. Uszáj áll. De ha nyitva lenne, el tudnánk vontatni? Na, ne.
pénzt dolgoz? Igen, de fizetnie kell érte. De, lehet. A férjem azt mondja, segítünk, ha ad pénzt. Rendben, mennyit akarnak? Cinquante, $50. $150 kér. Was? $150, az rengeteg. Nincs pénz, nincs hajó. Adok 75-öt. Nem, $125. Nem létezik. $100 és egy centtel sem több. Rendben, magáé $100. Nagyszerű, ne mozduljanak. Azonnal jövök a pénzzel. $100 elvontatják a vonatot. Van egy kis gond a vonatommal. Elromlott. El kell vinnem az állomásról. Nem tudnánk elvontatni a hajóval a falig? Zár nem nyílik. De ha nyitva le... Na, ne! Da! Jó, ez most volt. Biztos hozzászoktak a vidékhez. Látniuk kéne New Yorkot. Nem értjük. Egy vicces kis emberkét keresek, aki állítólag Szibériában él. El tudják képzelni? Szibéria. Gondolom, ott még nem jártak. Akarni minket ő Szibéria? Azt akarja, hogy elvigyük Szibériába. Szibéria? Nem, túl hideg. Az uszány nem törjeget. Aggat. Remélem, a vonatom nem túl nagy az uszályhoz. Keine Panik. Hajómotor szuper. Ne aggódjon. Az uszály motorja erős. A férjem azt mondja, rendben. A motor erős. Ugye nem vagyunk túl messze a felhúzó szerkezettől. Csak néhány méterre vagyunk tőle. A vonatot az uszályra rakni? Nem. Lehetetlen. Mire azt az öreget, ezek a német beszólások olyan hatalmas. Keine Panik, asszonya. Bírom az öreget. Látták már az állomás környékét? Csodás, tele van egzotikus madárral. Szép hölgy, biszkör, miért ne? A körbe akar vinni, miért ne? Nem hagyjuk a hajót. A férjem utálja a földet. A felesége mindig az ellentétét mondja. Monsieur Georges Vincuyon. Jó, és akkor ők mondták a pénzt. Igen, igen, igen. Jó. Majd a rektoroktól kell kunyizni a pénzt. A $100. Itt hagyom, nem zavarok tovább. Milyen kedves. Ja, öreg fószárnak tetszik itt. Még nem csodálom. Keine Panik. Á, Istenem. Egy jó joroszok, aztán németül dumál. Ári, erre mi van? Ó. Milyen szép kert. Mármint olyan kerthelyiség. Féle. Jó. Igen, az a főbejárat, kijárat. Igen, és akkor még arra szeretnék elnézni, mielőtt elmegyünk az egyetemre. Habár az egyetem előtt még a főtéren is lesz valami szerkezet, azt hiszem, ha jól rémlik. Jó, ezt kell neki kinyitni. Oké. Értem. Az uszályosoknak. Aha. Hoppá! Gesellschaft der Oschleusen. Aha. Barockstadt der Schleuse. Haha. Elnye-belnye. Ez sem lett lefordítva. Ez a textúra kimaradt a fordításból. Na nem baj. Annyi baj legyen. Jó. Itt nekem... Aha. Ó, ide kelleni fog kulcs! Gondolom azt is a rektoroktól kell kunyizni, ugye? Mivel nincs most nálunk az égvilágon semmi, csak egy kampónk. De kampóval meg ezt kétlem, hogy ki tudjuk nyitni. Úgy tűnik eltört. Eltört, aha, tök jó. Oké, na menjünk az egyetem felé. Na hát megvan az alapszituáció, hogy mit kell intéznünk, tehát hogy hogyan tudunk tovább jutni, mi a legfőbb feladat.
vontatást kell majd elintézzük. Esetleg a háttérben hallotok néha kisebb búgást, az valószínűleg azért van, mert ki néhány idióta úgy tolja neki a motorral meg autóval, mint egy elmebeteg. Azt hiszik, hogy versenypályán vannak. Erről beszéltem itt. Miért emlékeztem úgy, hogy itt ezen a téren több ember van? Na mindegy. Lehet, hogy így még be sem tudunk jutni? Hadd próbáljam meg azt, amilyen két szobor van, ott odanéz. Nem tudom ki ez a csávó, de megpróbálok így bemenni. Jó nagy egyetem. Nem kicsi ez az épület. Be tudok menni? Be tudok menni! Oké, akkor lehet azzal a főtéren lévő ízével egyelőre még nem kell foglalkozzak. Ez nem is olyan nagy baj. Ó, de rég voltam itt. Azt a cirkusz, de rég voltam itt. Mentés. Mentés. Zó. Fú. Azt tudom, hogy mi merre van. University Barokstát. Há, se lehet lefordítva. Erre vannak a rektorok, nem? Nem, erre van. Várjál! Erre vannak a rektorok. Ugye? Igen. Jó, később visszajövünk. A három bajszos csávó. Most egyelőre be akarom járni az egyetemet, hogy tudjam, hogy merre mi van. Hogy átlássam az egész komplexumot, amennyire lehet. Erre akkor mi van? Natura non facit saltus doctus. Aha, jó, oké. Köszönjük. Ez a könyvtár, tippem szerint. Aha. Hát elég nagy könyvtár. Jó, oké, tehát itt a könyvtár van, jó. Akkor menjünk tovább. Akkor... Föl nem lehet menni a lépcsőn? De, föl lehet. Csak innen. Oké. Előadóterem. Aha. Basszus, ezekre már nem is emlékszem. De jó Isten, itt is mennyi dolgunk lesz? Zárva van. Ó, azaz zárva van. Jó, akkor menjünk csak vissza. Gyere ide le. Ott van egy alvó csávó, felpofozhatom? Ah, most fölébredt. Ahogy kimondtam, hogy felpofozhatom-e, fölébredt. Aha, igen, ez az előadóterem. Jó. Egyelőre szerintem itt nem lesz dolgunk, majd később. Később egészen biztos. Megint alszik. Felpofozhatom? Igen, most nem ébredt fel.
és akkor erre lesz a professzor úr, ugye? Kizárásos alap, aha, aha, bizonyám. Hát akkor szerintem beszéljünk vele. Elnézést! Uram, kérem egy pillanatra! Nem vagyok süket! Elnézést, hogy munka közben zavarom, uram, de... Ez a Mammutus primigenius, majdnem 40 000 éves. Fantasztikus, nem gondolja? Hát igen, biztosan. Mit jelentsen az, hogy biztosan? Azt, hogy le vagy szarva. Nem tudom. Nem tudja, nem tudja. Értem. Miben segíthetek gyermekem? Hát, ami azt illeti... Hát, menjünk sorban a témákkal. Igazság szerint nem sokat tudok a mamutokról, és nem is diákként vagyok itt. Ügyvéd vagyok. Rendben. Senki sem tökéletes. Mindegy. A pleisztocén tanulmányozása érdekfeszítő. Biztos, hogy az, de a feladatom teljesen leköti minden időmet. Talán majd máskor. Mindig ezt mondják. De hadd mutatkozzam be. Cornelius Pons professzor vagyok. A Barokstatti Egyetem docense. Büszke vagyok rá, hogy én vezethetem egyetemünk zoológiai tanszékét. Kate Walker, örülök, hogy megismertem. Honnan olyan ismerős a professzor hangja? Honnan annyira ismerős? Ez nagyon-nagyon ismerős nekem hangja. Én nem akartam megállni itt, de elismerem, hogy ez az egyetem lenyűgöző. Nos, valójában igazi hagyományt jelent itt tanulni. Rengeteg a tudás, a kultúra mélysége, az intelligencia és a szürke állomány. Én is itt tanultam, és sosem mentem el. Azért vagyok itt, mert az egyetem rektorai beidéztek. Ó, értem. Biztosan elrontotta a felvételi lapját. Nem, én nem tanulni jöttem. Egy örökösödési ügyben kell eljárnom. Meg kell találnom az örököst. És úgy hiszi, itt megtalálja? Nem vagyok egészen biztos, de a vonatom elromlott, amikor a Barokstatti állomásra értünk. Ebben az esetben be kell jönni az egyik órámra. Egy kérdés. Tudja, mi az az ormányosok rendje? Az ormányos mi? Látja, hiányos a tudás. Fel kéne frissítenie. Megvan. Emlékezzetek vissza az 1995-ös Oroszlán király című eredeti rajzfilmre. Nem az új fos élőszereplős hülyeségre gondolok, hanem az eredeti 95-ös rajzfilmre, az eredeti filmre. Zazu magyar hangja. Ha nem ő, akkor csak piszkosul hasonlít rá. De a professzor hangja nekem tök úgy tűnik, mint Zazu hangja. Esküszöm. Ha nem ő, akkor elnézést, tévedtem, de akkor tényleg elképesztően hasonlít rá. De nekem úgy hangzik, mintha ő lenne az. Sajnos nem tudom a színésznek a nevét, ami elég szégyen, de bár tudnám. Azt hiszem, egy kicsit eltévedtem. Talán, ha segítene egy kicsit. Gyermekem, a legrosszabb pillanatot választotta. Ma délután be kell fejeznem az előadásomat. A mamutokról szól? Igen. És nem. Leginkább a vándorlásukról. Elnézést, de koncentrálnom kell. Lehet csak a hangja hasonlít rá nagyon. Furcsa. Igazából én Mr. Hans Vorarlberget keresem. Ő az egyetlen örökös egy nagyon furcsa gyárnak. A cégem felelőssége, hogy lebonyolítsuk a gyár átadását. Utoljára Szibériában látták, ha elkészül a vonatom, azonnal tovább megyek kelet felé. Szibéria. Szibéria. De mit is mondott? Mire gondol? Említett egy nevet. Azt, akit keres. Vorarlberg. Hans Vorarlberg. Ismeri? Hans Vorarlberg. Hogy is felejthettem el? Micsoda különleges ember. Olyan találékony. Ő is rajongott a mamutokért. Így együtt hódolhattunk a szenvedélynek. Azt hiszem, egy olyan lelkes ember társasága nélkül
mint amilyen Hans, nem sokra mentem volna. Akkor még mindketten diákok voltunk. Vagy olyasmi. Legalábbis Hans külön engedéllyel látogathatta az őstanórákat. Tehát neki nem volt meg a megfelelő képzettsége, de cserébe néhány apró munkát elvégzett az egyetem körül. Úgy tűnik, a maga Hans Vorarlbergje az, akit én keresek. Nem biztos, drágám. Hansot nem érdekelte az üzlet és a pénz. Gyára pedig biztosan nem volt. Még az ötlet is rossz. Mesélne még róla? Mindig is rejtély volt számomra. Hallgatag volt, és úgy tűnt, az sem érdekelte, amit én mondtam neki. Inkább a hihetetlen műszaki találmányaiban élte ki magát. A találmányait még az egyetem is elismeréssel kezelte. Ha egyáltalán beszéltünk, mindig a mamutokról és a furcsa mamut babájáról esett szó. Legalábbis ő így hívta. Egy baba? Igen, állandóan erről beszélt. Egyszer azt mondta, olyan, mint egy gyerekjáték. Egy apró mamut az ápolójával. Azt hiszem, az otthonához közel bukkant rá. Az egész olyan drámain hangzik. Az egész történet zavaros. De felkeltette az érdeklődésemet. Hogy érti? Tudomásom szerint egyetlen törzs készített ilyen figurákat, mégpedig a jukolok. Ők Szibéria belsejében élnek. Számukra a mamut figura szent tárgy. Egyik legfontosabb legendájukat jelképezi. Az, hogy hogyan kerülhetett egy ilyen baba a jeges Szibériából a francia Alpok egyik barlangjába, még a mai napig is rejtély számomra. Ma sem értem. Nem lehet, hogy Hans Vorarlberg csak kitalálta? Maga mondta, hogy szellemileg nem volt teljesen épp. Nem, az lehetetlen. Hans nem találhatott ki ilyen történetet. A baba a szibériai legenda szent darabja. Pontos részletességgel írta le a részleteket. Szibéria még ma is mesebeli vidéket jelent a legtöbb őslénykutató számára. Hát egyértelmű, hogy ugyanarról Hansról beszél, mint akit mi keresünk. Még hogy szerintem nem is így van. Csodálatos hely, Barokstadt. Még sosem láttam ilyen várost. Vonattal jött? Igen. Rugóhajtású mozdonnyal, ami néha felmondja a szolgálatot. Maga vezeti a mozdonyt? A mai fiatal lányok mindig meglepnek. Nem én vagyok a mozdonyvezető. Az egy automata gép. Sajnálom, biztos nagyon furcsán hangzik. Rugóhajtású mozdony, amit egy gép vezet. Egyszer régen ismertem egy embert, aki ilyen vonatot feltalálhatott. Ő tervezte a főtéren lévő zenepavilont is. Elképesztő, hogy képes lett volna ilyen szerkezetet alkotni. Többenetes volt. Igazi zseni, de ugyanakkor szinte még gyermek volt. Olyan volt, mintha a mentális és fizikai fejlődése 10 éves korában megállt volna. El tudja ezt képzelni? Hát igen, azt hiszem. Legalábbis kezdem. Ez a mi Hansunk. Így van, így van. A vonatom egy különleges madárháznál állt meg. Olyan, mintha rengeteg madár végre megpihenhetett volna valahol. A madártan nem épp a legkedvesebb tudomány a számomra. De azt tudom, hogy az állomás az egyetem büszkesége. Először gyakorlati célja volt az állomásnak itt. De aztán a világ minden tájáról érkeztek ide madarak. Egy-két ritka faj még mindig itt szaporodik. És rak fészket. Tényleg? Mondaná egy példát? Hát, emlékszem egy madárra, aminek furcsa szokásai vannak. Az amerzóniai kakukk. Ez az. De olyan bolond vagyok. Nem emlékszem, hogy mi volt a különlegessége. Furcsán viselkedett, az biztos. Amerzón? Hol van Amerzón? Mi az az Amerzón? Sajnálom, kedvesem. De nem lehet mindent megtanulni. Az igazi tudáshoz szakosodni kell. Miért nem látogat el a könyvtárunkba? Köszönöm szépen. Tehát a könyvtárban kell majd megnézni, hogy mi ez az Amerzón. Oké. Professzor, hogy is mondjam. Mikor elindultam, nem gondoltam, hogy ilyen sok pénzre lesz szükségem, de úgy tűnik, most szükségem lenne rá. Ez érzékeny kérdés, tudom, de szeretném megkérdezni, nem tud-e segíteni?
Kedvesem, jó lenne. De tudja meg, hogy abból a pénzből, amit az egyetem fizet, épp hogy fedezni tudom a saját kiadásaimat. Sajnálom, nem akartam megbántani, vagy... De ha Hans példájából indulunk ki, az egyetem mindig honorálja, ha valaki dolgozik nekik. Legalábbis ezt tartják jogosnak a drága rektoraink. Így van, a rektoroktól kell majd kunyizni. És ezt is fogjuk tenni. Remélem, nem tartottam fel nagyon. Tessék, nem, nem. Egyáltalán nem, gyermekem. Esküszöm, tök olyan a hangja, mint Zazué. Nekem nagyon tetszik amúgy. Szerintem baromi jó a magyar szinkron. Nekem tényleg nagyon tetszik. Oké, ide be tudok menni? Zárva van. Jó. Akkor azt mondom, hogy nézzünk be a könyvtárba, hogy találunk-e valamit a madárról, és a következő epizódban beszélünk a rektorokkal, mert hogy az nagyon-nagyon hosszú beszélgetés lesz, abban biztos vagyok. Most mondta a professzor, hogy nézzük meg könyvtárba, hát ha találunk. Amerzóniai kakuk? Valamilyen kakuk, amerzóniai kakuk, vagy ilyesmi. Na, mindjárt megnézzük. Meg amúgy is fel akarom fedezni. Bravo, nem a könyvtárba jöttem. Nem tudom, miért ide jöttem. Valamiért úgy emlékeztem, hogy ez a könyvtár, de tévedtem. Igen, mert az ott oldalt van. Már tudom. Ennyi. Itt, az a bejárat ott. Itt ez. Jó. Menjünk le. Itt mi van lenn? Itt valamit... Ez mi? Ezt itt elveszem, jó? Öreg, kösz. Neked ez úgysem kell. Amerzon, egy expedíció emlékei. Mi? Alexander? Nem tudom milyen. Azt a cirkusz, és én ezt hogy olvassam el? Ó, ez nagyon nehezen olvasható. Mi? Az amazoniai vörös... az általános igen. Alfaja az amazoni erdőben őshonos, és a környék legszínesebb fajainak egyike. A hímek tollazata élénk piros, Miért fakóbb? Ti ezt ugyan máshogy látjátok, csak hogy értsétek, hogy nekem miért nehéz olvasni. Ti 4-3-ban látjátok a játékot. Én 16-9-ben. Jó, ugyan 800x600-ban megy, de nálam szét van húzva. Mivel automatikusan a driver széthúzza. De nem ettől függ a dokumentumok olvashatósága. Nem ettől. Alapból olyan ez a írott fajta szöveg, hogy nekem kicsit nehezen olvasható. De a szokása és táplálkozása. A vörös kakuk az amazonai erdők elszigetelt részén él. A vastag minél feljebb elhelyezkedő lombozatot kedveli, hogy ott élje magányos életét. Azonban amikor a madár az olcsóbb ágakra száll, alsóbb ágakra száll, hogy erdei Sauvignon szőlőt keresen, a felfedezőnek lehetősége nyílhat jobban megtekinteni. A szabadon növő szőlőtőkék biztosítják számukra az élelmet.
Na látod, ezért kell ezeket elolvasni. Hát igen, szőlőt kell szerezzünk, és azt hiszem szőlővel tudjuk majd elcsalogatni őket. Na, menjünk tovább. A vörös kakuk különösen a vörös... Mi? Különösen. Jó. A vörös kakuk néha... Micsoda? Részegségig. Ja, részegségig tömi magát. Ja, szőlőből. Aha, ezzel könnyű prédává téve magát. Enni vagy nem enni? Ez a természet törvénye. Hát igen. Mi ez? Mi ez a szó itt? Szaporodás! Jó, oké. Okay. Nálam egy kicsit nem olvasható. Nézzétek el nekem. Mint a többi kakukkfaj, az amazoniai vörös kakuk is már madarakkal nevelteti fel az utódait. Ez a parazita jellegű tulajdonság, ez lehetővé teszi a gondtalan szaporodást. Aha. A tojó átfésüli a környéket, hogy megfelelő fészket találjon. Amikor a fészek tulajdonosa nincs a közelben, kihasználja az alkalmat általában délután. Miután lerakta a tojásokat a kiválasztott fészekbe, a házigazda valamelyik tojását elpusztítja vagy megeszi. A kakukk tojása általában hamar feltörik, mint társadalmát, hogy hamarabb. A kakukk fióka ösztönösen követni fogja a többieket. A kakukk gyorsan felnő. A nevelőszülők alig győzik etetni. Hiába más a kakukk tojás, mint a nevelő szülei tojásai, igyekszik alkalmazkodni a környezetéhez, nem tökéletesen, de a célnak megfelelő módon. Jövője, a kakukk szülő szeretete végzetes következményekkel járhat a faj jövőjének szempontjából. Európai telepesek, akik a szülő amazoniai finomítására dolgoztak, jelentős károkat mértek az amazoniai vörös kakukkok létszámára. A telepesek, hogy megóvják a termést a megrögzött fosztogatóktól, véres háborút indítottak a faj ellen, félő, hogy a madarak valószínűleg a vesztes oldalon állnak. A vörös kakukk viszonylag jól szaporodik fogságban is. És a Barokstati Egyetem micsoda? Valamilyen gyűjteményének korona X-rei. A tudósok dolgoznak rajta, hogy kezeljék a faj meglehetősen invazív tulajdonságait, amik az aktuális idő függvényében káros hatást fejthetnek ki ritkább fajokra. A Barokstati Madárház fejei már dolgoznak az ügyen, hogy születés szabályozással javíthassanak a természet eme tökéletlenségén, ahogy tudnak. Erdei Sauvignon szőlő, itt az. Ma már szinte lehetetlen erdei Sauvignont találni a szabadban. A fajtát megtizedelte egy szörnyű... Milyen járvány? Filoszériás? Valamilyen járvány. A gyümölcs sikeres európai finomítása a Barokstati Egyetem botanikai szakgyűjteményének büszkesége, ami biztosíthatja a szőlő fennmaradását. Lehet, hogy akkor a professzor laborjában van pár szőlődarab, csak be kéne oda jutnom? Oké. Okay. Most már... Lehet a professzorral kell erről beszélni? Ho-ho-ho-ho! Van új témánk! Ott mit tudunk vizsgálni? Elnézést! Zavarhatnám egy kicsit? Nem. Lehetne kedvesebb is. Maradjon csendben! Ezen a helyen nem lehet hangoskodni. Jó, nézzük meg Aaronion. Igazából szerintem amiért jöttünk a könyvtárba, tehát a
könyvtár célja az, az így megvan szerintem. Tehát a Sauvignon téma miatt jöttünk ide. Aha. Csak azt nézegetem, hogy nincs esetleg valahol. Nem változik már a kurzor, hogy mit tudom én, el kell vennünk egy könyvet mondjuk, le kell vennünk egy könyvet polcról. Na jó, akkor... Akkor menjünk vissza a professzorhoz és kérdezzük meg tőle ezt a témát. Kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani. És akkor... A következő részben beszélünk a rektorokkal. Vesz? Én nem ide akartam jönni, hely! Hanem... oda. Jó. És akkor beszélünk még egyszer a proffal. Bocsásson meg, professzor úr. Professzor, elnézést, hogy újra zavarom. Mit szeretne tudni, kisasszony? Sauvignont szeretnék tudni. Ha azt a szót mondom önnek, hogy Sauvignon, mi jut róla eszébe? Lássuk csak. Sauvignon. Sauvignon. Talán valami trópusi cserje lehet, nem? Majdnem. Akkor ugyanarról a növényről beszélünk. Ez egy ritka cserjeféle, aminek lédúsbogyó a termése. Találtam egy könyvet Emersonról, amiben azt írják, hogy a Sauvignon itt Barokstadtban is megterem. Nem tudja esetleg, hogy merre felé? Emersoni Sauvignon palánta itt? Nem, nem hinném. Teljesen valószínűtlen. De kérdezze meg inkább az állomás főnököt. Ő gondozza az egyetem kertészetét is. Ő talán többet tudna mondani. Oké, nagyon köszönöm. Így van. Köszi, ez már... Nem, ez nem már... tartottam fel nagyon. Dehogy is. Tessék, nem, nem. Egyáltalán nem gyermekem. Nem tudom, nekem valamilyen szimpatikus ez a professzor. Hangja is tök jó lesz szerintem. Oké. Menjünk az állomás főnökhez akkor, ezt még mindenképp ma akarom nézni ebben a részben. Akkor a következő rész úgy fogjuk ezzel, vele majd később fogok beszélni. A következő rész akkor majd valószínűleg a rektorokkal fogom kezdeni, de majd az sem biztos még. Visszamegyünk az állomás főnökhez és beszélünk vele, tehát ő csinálja az itteni kertészetet is. Ezt jó tudni. Mondjuk, ja, állomás főnök, ja, végül is ő felel az egész komplexumért, mert az állomás állapotáért, meg csak kicsit azért meglep, hogy állomás főnök gondozza a kertet, de ez tök jó. Na, hol volt ez a... Rossz irányba jöttem, ugye? Ugye rossz irányba jöttem? Nekem nem erre kellett jönni. Vagy igen? Nem, hanem nekem erre kell. Itt erre. Aztán lehet, hogy mégse. De erre. Oké, jó helyen vagyok. Aha, és ott van a kertészet. Beszélünk még egyszer az öreggel. Elnézést, hogy megzavarom. Mit tehetek önért, kisasszony? Ha azt mondom Sauvignon, te mit mondasz? Hogy találok néhány Sauvignon palántát, kérem? Errefelé biztosan nem. Nem? Azt sem tudom, miről beszél. Ja, az igen. Ilyesmi az Amazonból való. Ahhoz képest, hogy azt sem tudja, miről van szó, eléggé jól tájékozott arról, hogy milyen messzi vidékről származik. Ó, Amazon, Peru, Pápua, Újgéna. Nekem egyre megy. Na megyek, dolgom van. Várjon még, de azt hiszem, nem volt teljesen őszinte hozzám. Arra mérget vehetsz, két, hogy hazudott. Arra mérget vehetsz. De vajon hova ment a csávó? Azt mondta, dolga van, de hol? Valahogy valamivel rá lehet venni szerintem azt a csávót, hogy az igazat mondja, és hogy
adjon abba a szőlőből, vagy mutassa meg, hol vannak a palánták. Na, azok a szőlőkkel kell majd a madarak figyelmét elterelni. Azt hiszem. De ez itt be van zárva még, ugye? Mert először a... Nem tudunk arra menni. Nem tudunk arra menni, értem. Kuda hangosak a madarak. Jó. Hát akkor nem marad más, mint hogy egyelőre... Arra mi is van? Nem tudom, hogy arra jártam-e már. Igen. Tehát majd ezeket a madarakat kell innen elcsalogatni, mert amíg ők itt vannak, nem tudunk ide felmászni, és ide majd fel kell mászni. Ja, úgyhogy oké, egyelőre akkor megyünk vissza. Jó, akkor szerintem elindulunk a rektorokhoz. Jó, hogy itt az öreg! Nem fejezted be a mondani valódat? Elnézést, állomás főnök, de megint szükségem van magára. Nem látja, hogy mennyire elfoglalt vagyok? Azt látom, igen! Nem. Én pedig igen, nagyon elfoglalt. De rendben, egy percet szakíthatok önre. De elfoglalt vagy, azt a mindenit, támasztod a korlátot, ez rendkívül fontos feladat, igen. Ennyi madár egy állomáson. Csodás! Ez nem hagyományos állomás, kit. Jó, ezt már hallottuk. A testül... Itt is van egy... A te... Miért? Mert nem... Nagyon... A legdob... Egy lédús bogyót keresett. Nem tudja, hol találok ilyen. Nézze, hölgyem, az állomáson nincs Sauvignon bogyó, sőt, Sauvignon ültetvése. Ura, hogy említi, pontosan ezt kerestem. Sauvignon ültetvényt. Nos, Sauvignon, Málna, Rivizli, nekem egyre megy, egyik sem nő erre felé. De tudja, olvastam egy érdekes könyvet, amiben az állt, hogy a Sauvignon bogyót épp itt a Barokstati Egyetem madárházában tenyésztik. Ha ezt egy könyvben látta, akkor nem kell mindent elhinni, amit olvas. Nem tudom miért, de azt hiszem, maga nem az igazat mondja. Hogy érti ezt? Nem értem. Onnan tudjam, hogy hol találja azt a hülye szőlőt. Menjen és kérdezze meg Pons professzort, a paleontológust. De maga itt a főnök, mindent jobban kéne tudnia, mint másnak. Nekem senki nem mond semmit. Én nem tudom. Menjen, kérdezze meg azt az öreg embert az ásványaival. Tőle jövök, öreg! Tőle jövök! Ő mondta, hogy veled beszéljek. Azt a cirkusz! Nem zavarom tovább, állomás főnök úr. Isten hozta Bárokstádba a kisasszony. Hihetetlen. Akkor... A ember elküld B-hez, B ember visszaküld A-hoz. Így kell lekoptatni az érdeklődőket. Na, még egyszer megkérdezem a professzor, de kétlem, hogy bármi újat fog mondani. Szerintem megint csak azt fogja mondani, hogy kérdezem meg az állomásfőnököt. De akkor valamelyikük kap egy pofont. Lehet először mindenképp a rektorokkal kéne beszélni. Végül is a játék ugye azt akarta, ugye, rögtön az elején, amikor megérkeztünk szinte. De biztos még egyszer. Bocsásson meg, professzor úr! Professzor, elnézést, hogy újra zavarom. Mit szeretne tudni, kisasszony? Hogy is van ez a Sauvignon téma? Nem tudja véletlenül, hogy Bárokstádban hol van Sauvignon ültetvény? Gondolja, hogy van itt ilyesmi egyáltalán? A könyvtári könyvben olvastam. Talán kérdezze meg az állomás főnököt, ha létezik ilyen növi. Tehát pont ő... Igen, tényleg. Milyen furcsa viselkedés.
de szerintem tévedett. Ennyi. Nekem itt senki nem mond semmit. Talán kérdezze meg a rektorokat. Ők vezetik az egyetemet. Rendben, köszönöm. Véletlen eltekeltem, amit Kate mondott. Vagy azt mondta, hogy pont ő vele beszélt, és ő küldte ide. Remélem, nem tartottam fel nagyon. Tessék, nem. Akkor jó, nem. De, tehát ez igazából minden szál a rektorokhoz vezet, úgyhogy kikerülhetetlen a téma. Akkor megyünk a rektorokhoz a következő részben. Hát remélem tetszett nektek ez a rész. Ennek örömére csinálok egy mentést. Ó, és ebben a pillanatban itt elkezdett esni az eső Pécsen. Na jó, na, köszi szépen a figyelmet. És akkor a következő részben beszélünk a rektorokkal. Hát az sem lesz a rövid diskurzus, de nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ők milyen hangokat kaptak. Tartsatok velem akkor is, szevasztok!